A régmúlt idők lovas fesztiválját 13. alkalommal tartották meg Keszthelyen. A ló és ember közötti kapcsolatra helyezte a hangsúlyt a főszervező. Egy pályázatnak köszönhetően a Festetics Lovas Bandérium huszárainak 10 egyenruhát tudtak készítetni. Megidézze azt a hagyományt, azt a múltat, Festetics örökséget, amit magukkal kísérnek a lovak. Egészen örömünkre mondható, hogy napjainkig, mert pont ezen munkálkodunk, hogy azt az értéket tovább vigyük, amit több száz éven keresztül a Festetics család generációi ezen a területen elértek. Úgyhogy a különböző programok, amelyek nagyon színesek, próbálják pont ezt a lovas világot bemutatni a laikus ember számára is. A huszár egyenruhákat táncos Anita divattervező álmodta meg, és a csapata pedig meg is varta. A pályázat által nem csak a ruhák készülhettek el, hanem lovas felszereléseket csináltattak. Autentikus, nem jelmezszerű ruházatot írt elő a pályázat. Nagyon látványos. Abban törekedtünk a huszár ruházat illetően, hogy inkább csak rekonstruáljuk a korhű huszárruházatokat, a 7. huszárezredet és az 1849-eset, viszont a mai anyagok nem megtalálhatóak, így ezért nekünk kreatívnak kellett lennünk ebből a szempontból, úgyhogy próbáltunk olyan anyagokkal kompenzálni, ami illeszkedik a kastélynak a milliójéhez, ami elég nemes és elég elegáns. 14-18 év közötti gyermekek tartottak nagyon látványos és nehéz lovas bemutatót. Huszárok is csináltak ilyen alaki gyakorlatokat annak idején, és bemutatóztak is. Itt egyébként a Festetics kastélyban is régen ez az uraknál is szokás volt, hogy ünnepekkor megmutassák egymásnak, hogy ők milyen ügyes lovasok, és akkor ilyen ehhez hasonló programokat lovagoltak a kedves publikumnak. A kétnapos fesztiválon szabadidomítási programot is tartottak. Láthatták az arisztokrácia lovasszokásait az érdeklődők, de kutyás bemutatóval is készültek a szervezők.